Na csácsú, mi csőtészt a csokoládés? Traktorkerék. Sziasztok! Itt vagyok én, a Keeper the Tank, és játszunk egyet spintirest. Jó van, nem hűlök. Át kell menni a folyón, azt mondja, át kell menni a folyón, azt mondja, jó, tényleg nem hülyeskedek. Figyeljetek, itt van ez a dolog, hogy mit kell csinálni, elvileg ilyen kell megcsinálni, nem szabad használni a Charlotte, meg még ráadásul a Garage Trailert is el kellene vinni, valami olyan nehéz armivel, add de ahova kell. Azt csapjuk neki. Nem tudom, hogy mit kell csinálni, büdös életben nem láttam ezt a mapot. Remélem, nem fagy ki. Jó, ez? Mi ez? Okay. Azzal a deggel kell menni, úgy látom, és még akkor azt... Azt nevezik garastrére, mi ez? Vasúti kocsi, gyerekek? Hát milyen... Milyen izéd van neked, Moré? Hát milyen... Ez biztos, ez tipikus, mi? Nincs gumi, nincs defekt, vaze. Van itt ész. De ez tök jó, eddig nem volt... Volt ilyen? Nem volt ilyen, szerintem. Na, hova kell menni, gyerekek? Egyébként... Mész a francba? Várjál, ez izé, mélységjelző. Nem hülye kipör, van mélységjelző beszállás. Na. Figyelj, More. Jelölök magamnak én itt egy útjévonalat. Útjévonalat. Kipör kitalálta. De várjál, itt mutatja, hogy... hülye ne legyél kipör. Itt van izé, hogy úti kalauz. Bocs. Eddig emegyünk, aztán akkor utána valami csak történik. De mondjuk nem biztos, hogy erre kell... Bazze, nem biztos, hogy arra kell menni. Vigyük magunkra ezt a kotlát is. Aj! Azt a betyáró isten. Nem hangos ez nektek egy kicsit? Kicsit felbőgött a jármű. Annyit akartam, hogy... Night. Jaj, de nem utál... Amúgy is... Halljátok, ez nekem... Ez a legnagyobb szivatás. Amúgy is utálom a Nightot. Én mindig éjjel követni. Hopp, az megöttem, mit csináltál vele. Na hova? Hova? De hova? De hova? Vő. Na vazom. Király! Oké? Okay. Akkor mostan induljunk meg neki szépen. Úgy látom, always diffizár van. Van üzemanyagunk is. Nyomunk egy hat, hogy azért valamit lassunk, azért előre felé. Azt menjünk szerintem, ballagjunk szépen. Kacsakerék, gyerekek, a kocsikerék, az biztos nem süllyed el nagyon. Lovas kocsikerék. Ja, meg nem csörlőzhetek, ugye? Az a feladat. Ja. Fogalmam sincs, merre kell menni. Itt valamit megjelöltem magunknak. Ha jó lesz-e, nem tudom. De hát ez a nagy maszt, csak nem kell csörlőzni sehova, hát ez akkora, mint egy bivaj. Majjá, nyomok egy olyat, hogy nézzünk egy ilyen... Figyeljetek, ennek annyi az egész, egyébként, megmondom nektek, hogy most gyakorlatilag használni kell ezt a szart, hogy tudjad, hogy milyen mély a talaj, és vagyis a víz, nem a talaj. És akkor szerintem annyi. És olyan menjen lassan, hogyha merülni akar a jármű, vagy mi. Jó, nyugodjál meg, hát tudok spitterizsezni. Na figyelj. Na figyelj. Tök, ó, hát ez nagyon kira. Figyelj, ez nagyon király. Oda nézzé. Oda nézzé, Sanyi. Ennyi, gyerekek. Itt ezt most azt kell csinálni, hogy elmegyünk ide. És marhára figyeljük, hogy hol kezd el mélyülni. Szerintem azon a részen eléggé lankásnak tűnik. Elmegyünk arra. Kicsit visszatolunk, bocs, hogy sötét van. Ne higgyétek, engem is legalább annyira irritál. Ez a mélységjelző dolog, ez egy nagyon-nagyon nagy pozitívum. Mert baromira, nagyon jó. Tényleg egy nagyon jó dolog. Na figyelj, More! Mi van? És ez mitől állt meg? Vagy mi történt? Ránk futott az a kocsi, majdnem felborított. Beszaras. Beszaras. Ő
most mit írogatsz? Ne írogassuk. Megnézzük F1-en megint. A gyermekeim az urba, nem biztos, hogy ez jó lesz itt nekem, de... Gyerekek. Mondom őszintén, én elősen gondolkozok rajt. Erre itt elmenjünk itt föl. Hanem ez helyett, itt fogok egy jobb kanyart és elmegyek arra, megpróbálkozunk vele. Nézzük meg. Jó. És nyomunk egy ilyet még ráadásul, mert itt szerintem köll a kakaó. Gyerekek, bugyborékol a kipufogó, beszarc. Azért az meg van csinálva. Lehet, hogy itt is át tudtunk volna verekedni, csak nem vagyok benne biztos, hogy ott átérnék. Itt van egy sziget, ami körül valószínűleg azért eléggé a víz. Sekély. Ugye ránézek. Jó, elmegyünk körülbelül szerintem idáig, és itt látok, mint hogyha itt látnék egy olyan részt, ami nem olyan. Nem tűnik olyan mélynek, látod? Megpróbálkozunk vele. Jó az a spin tires egyébként. Csomó mindenbe így szidjuk, már én is szidom, hogy aj, nem változott ez, nem változott az. Viszont ilyen apróságok, mint például ez a mély, nem tudsz enélkül élni. Itt mindig állandóan az volt, hogy szívtunk miatta, hogy egyszerűen nem tudták közlekedni ugye vízbe. Fogalmat se volt, hogy most jobbra vagy balra vagy merre mély. Hoppá, ez viszi. Viszi a víz? Merre, hol mélyült ugye? Fogalmat se volt. Most például itt tök jól megyek, de itt mit tudom én, 3 méterre odén már lehet, hogy izé lenne 3 méter mély víz. És ez így tök jó. Azért ez király. Ezt használjátok nagyon sűrűn, gyerekek. Ha mocsaras vízes területen vagytok, azt meg mindjárt felborítja a izé. Sodrás. Meg a sodrás sokkal jobb a játékban. Nagyon jól meg van csinálva. Az nagyon jól meg van csinálva. Ahogy sodorja a járműveket. Hát most is folyamatosan én jobbra kormányzok. De így is balra kitérünk. Pedig jobbra nyomom neki. Halál komolyan, gyerekek. Most is. Jobbra nyomom, bazd. Ajaj, baj van, hallod? Viszi a gépet a víz. Viszi a gépet a víz, rendesen, bazza, mi, állj már. Állj, nézzétek, hallod, viszi a gépet a víz. Baj van, more. Pont itt egy nagy mély lyuk. El fogom cseszni, hallod? Bele fog minket dönteni abba a nagy mély lyukba. Hallod, itt van pont ahova akar vinni a víz. Ott van egy mély szar luk. Folyamatosan jobbra kormányozok, úgy visz minket a víz, mint a szart. Ez
ez nagyon meg van csinálva, gyerekek, esküszöm. Megpróbál, ott valamit. És baze, és a sziget megfogja a izét, a vizet, látjátok? Itt nem, nincs oda nagy sodrá. Jó, itt egy jaj, hallod, átértünk itt. Ez nagyon kemény volt. Ez nagyon meg volt, ez nagyon jól meg volt csinálva. Jó, álljunk meg egy picit, baze. Kikötök, hallod, kikötök. Ez nagyon komoly volt, és itt nézd meg. Itt vége, érted? Ott tuti, hogy elmerültél volna. Most innen már biztonsági játékot tudjuk tolni. Itt végig megyünk, és itt simán ki tudunk jönni. Most meg is lesz a küldetés. Ott azt még szerencsé, hogy nem buktuk el. De akkor vége lett volna a bulinak, de így most ez megoldódott. Nagyon jó, imádom. Jó, nem? Gyerekek, írjatok valamit, hogy azért mondjátok azt, hogy nem csak én érzem úgy, hogy ilyen apróságok is fontosak ebben a játékban, mert eddig fogalmam nem volt, hogy ilyen szart tudsz csinálni az izével. A mély vízzel. És akkor elvileg itt szépen át lehet menni, és itt már nincs is sodrás. Ezután a sodrásra marhára kell figyelni. Azt nem szabad elhanyagolni. Az nagyon fontos. Nagyon jó. Nagyon jó. És eddig lekopogom, sikerült az összes challenge-et 3 csillagra elsőre megcsinálnom. Lekopogom és örülök. Én komolyan mondom, örülök neki. Tetszik. Nagyon jó, nagyon jó. Szuper, szuper. Nem is volt könnyűek a challenge-ek, de azért értelmesek, megcsinálhatok 3 csillagra finoman, nagyon jól. Az utolsó nem tudom milyen lesz, kíváncsi vagyok, biztos valami nagyon nagy szopatás. De majd meg fogjuk látni. Na. Nem csörlőztünk, éjszaka jöttünk. Hoztuk ezt a szart is. Ó, kész van gyerekek, nagyon király volt. És ez egy nagyon jó izé volt. Nagyon jó cucc volt, gyerekek. És az utolsó jön. Expedition. A sziklás hegységre kell, elvileg valamilyen sziklás hegységre kell találnunk a tetejére egy utat, és akkor éjszaka kell. Nem tudom, valami A31-51 trakkal is el kell érnünk. És az összes waypointot kell megtalálnunk, érintenünk gyakorlatilag. Vagy hogy meg kell néznünk. Hát oké, gyerekek, szerintem akkor jövök ezzel a következő részbe. Köszönöm szépen a figyelmet, nagyon szuper volt ez is. És ha ezt megcsináltuk, ugye a legutolsót utána meg akkor a single player pályákat kitoljuk egyesével az összeset. Fúra! Császtok!